DVTK, a Borsodi és a Skoda bemutatja. A múltkori beszélgetésünkkor ugye rákérdeztem arra, hogy bekerültek-e a rájátszásba. Hát bekerültetek keményen, ugye rendesen ránk ijesztettetek az első két mérkőzésen, most a harmadikon vagyon túl, mondanál erről egy pár szót? Hát igen, nekünk igazából a playoff az már igen hamar elkezdődött, mert az utolsó hat meccs az élet-halál harc volt, hogy be tudjunk kerülni a rájátszásba. Ez meg is adta első két meccs ellendületünket, mert magasabb fordulatszámon pörögtünk, mint a Miskolc, és emiatt tudtuk meglepni őket. Kicsit kényelmesnek gondolták ezt a párharcot. Hát megmutattuk nekik, hogy ez nem így van, mert mi is maximálisan azért arra törekszünk, hogy tovább jussunk ezen a ágon. Aztán most várható az, hogyha meghúzol a szám bajszát, akkor felébred, aztán ez ma látszódott is. Az elejétől fogva igen keményen ránk jöttek, és nagyon érezhető volt, hogy a hátul hiányzik a két alapemberünk, és fiatalokkal kellett feltöltenünk, akik még rutintalanok, hát nekik ez jó tapasztalat volt, és sajnos ez benne van a hokiba, és ha ilyen hosszú négy meccses győzelmi széria van, akkor előfordulhat az, hogy kijön jobban a másik csapatnak a lépés. Most úgy tűnik, egy kicsit fáradtság volt rajtunk, mentálisan is, hát gyorsan át kell léptünk ezen, aztán tovább kell mennünk. És ugye jön a következő mérkőzés, hónap után nálatok. Ott mit vászolhatod a mérkőzéstől? Hát, ugyanilyen elánnal szeretnénk kezdeni, mint ma a Miskolc, ez egyértelmű. És ugyanezt a törekvést, amit eddig műveltünk a elmúlt két mérkőzésben, ma itt leszámítva, mert ma nem nagyon jött ki a lépés nekünk egyáltalán, semmi nem akart úgy pattanni, ahogy mi szerettük volna. Ráadásul ma jó napot is fogott ki a kapusuk. Hát igen, ugyanezt a játékrendszert kell alkalmaznunk, ami eddig működött, szóval semmiképpen sem szabad másra átállnunk. Ugyanilyen keményen, elszántan tovább hajszolva magunkat a győzelem irányába. Gratulálok a mai mérkőzéshez! Köszönöm szépen! Szerencsére a harmadik mérkőzésben úgy álltunk bele, ahogy bele kellett volna már az elsőbe, végig kontrolláltuk a játékot. Szerencsére mi szereztük meg most a vezetést, és ezt a fölényünket végig tudtuk tartani. Mi volt szerinted a gond az első két mérkőzésen? Hát taktikailag talán kicsit lazábban vettük a Fradit, ők nagyon jól felkészültek belőlünk, és nem tudtuk úgy lereagálni az ő munkájukat, védekező munkájukat kellett volna. Úgy néz ki, hogy megtaláltuk ezen a meccsen az ellenszert erre, és reméljük így tudjuk folytatni a Ferencvárosnak. Hónap után jön a következő mérkőzés, ugye Pest Erzsébeten. Attól a mérkőzésre mit vársz? Hát ugye ezt a 6-0-at gyorsan el kell fejteni, hiszen a következő mérkőzés az is 0-0-ról indul. Építkezni kell, átkevenni, amiket az mai meccsen elrontottuk. Készülni kell a Fradi eddigi teljesítményéből, és ugyanúgy megpróbáljuk kontrollálni, minél többet lőni kapura, hogy kezünkbe tartsuk a mérkőzést. A Miskolci Jégcsarnok arról híres, hogy, tehát, hogy itt azért megy a szurkolás, ugye. Ma viszont különösen. Na, ehhez mit szólsz? Igen, hát ez igen, nagyon köszönjük a szurkolóknak, hisz megint ma is megtiszteltek minket azzal, hogy két vereség után kijöttek, szurkoltak és tartották bennük a lelket. Ez el nem mondhatom, hogy mennyire jó esik ugye a csapatnak, tudjuk, hogy mindig mögöttünk vannak. Reggel az edzésre is kijött jó pár szurkoló, amit tényleg meg kell köszönni nekik, hiszen mindig támogatnak minket, és mindig tartják bennünk, még a legnehezebb pillanatokban is. Nagyon köszönöm, és további sok sikert kívánok! Először is köszönjük szépen! Igen, egy viszonylag nehéz mérkőzés, úgy gondolom, tehát az eredménnyel ellentétben az első percek nehezek voltak. Próbáltunk, megbeszéltük, hogy össze kell tartani a csapatnak, az úgy gondolom ez volt eddig a probléma. Nem tudtunk csapatként működni, viszont már sikerült összeállni a brigádnak, és egy jó mérkőzést tudtunk játszani. A következő kérdésem az lenne, hogy az első meccs ugye az elment, ugye? Hogy érted meg azt a mérkőzést, vagy az utána való estét? Igen, sajnos az első mérkőzésen nem tudom úgy teljesíteni, hogy szerettem volna. Ilyenkor megbeszéltük az edzőkkel a hibákat, és túl kell lépni rajta, tanulni belőle, el kell felejteni, és készültem a következő mérkőzés. A mai meccsen viszont bepótoltad az adtanit, ugye? Voltak nagy bravúrjaid?
Igen, ma a szerencse is mellém állt, a csapat is segített védekezésben, és szerencsére igen, voltak védések, amik fontosak voltak fontos pillanatokban. És tehát gratulálok a nullához, a sokkauthoz. Köszönöm szépen, és meg szeretném köszönni a szurkolóknak a támogatást. A mai meccsen is nagyon kiváló hangulatot teremtettek a csarnokban, nagyon sokat segített a csapatnak lelkiekben, és azt különösen köszönöm, hogy edzésre lejtek, elképesztő hangulatot varázsoltak pillanatok alatt. Mindenem ez nagyon fontos volt, hogy a csapat tudja, hogy személy szerint nekem is nagyon jól esett, és egy bizalmat adott, mindenki tudta, hogy a szurkolók mellettünk vannak. Nagyon örülök, hogy ezt a meccset miattuk is meg tudtuk nyerni. Köszönöm szépen, és további sok sikert. Köszönjük.